Üdvözlöm a szubjektív nézőit! A mostani szubjektív vendége itt az Interethno Fesztiválon Tárkány Kovács Bálint, cimbalom prímás. Igazából a Tárkány műveknek az alapítója, megalapítója, kitalálója, dalszerzője, zeneszerzője, és itt a Tárkány triónak a fő embere, aki itt lép fel, vagy akikkel itt léptek fel most az Interethno Fesztiválon. Jó napot kívánok, szervusz, jól mondtam én el ezt a kettőst? Igen, igen. Akkor tegyük tisztába ezt a dolgot, van egyszer tárkányművek, és játszik egy olyan stílusú zenét, ami van népzenei motívuma, de alapvetően ettől elrugaszkodott egy teljesen eredeti sanzoni, saját számok és feldolgozások, igen. Így van, és van ugye a Tárkány trió, ami meg alapvetően egy népzenei alapú trió. Igen, és az egy instrumentális, tehát ott csak cimbalom, brácsa, bőgő, trió, és ott a hagyományos magyar népzenét, cimbalomzenét mutatjuk be. Cimbalom prímás. Hát erről mesél nekem, hogy akkor ez hogy van? Mert hogy a hegedű prímást ugye megszoktuk. Igen, igen, igen. Hát a prímás az igazából annyit jelent, hogy az első. Ugye a másodhegedűst úgy szoktuk hívni, hogy szekundás. Aki ezt nem tudja, az szokta azt mondani, hogy a másodprímás. Hát ugye az a teljes képzavar, nem tudja, hogy miről beszél, de szokták azt is mondani. Tehát a prímás az igazából azt jelenti, hogy az első, aki vezeti a zenekar, illetve a prím az még azt is jelenti, a zenében az első, vagyis a dallam. Tehát aki a prímet viszi, az a dallamot játsza. Na most hát prímás az egy vonós zenekarban leggyakrabban ugye a hegedűs. De hát ez nem kell, hogy így legyen, más is lehet a prímás, aki játsza a dallamot és irányítja a zenekart, az a prímás. És hogyha ez a cimbal most történtesen, akkor az egy cimbalom prímás. De hát lehetne klarinétos is, vagy tárogatós, vagy más hangszerek. A cimbalom az mindenféle zenét elbír? Hát igen, igazából. Hát ez egy... Ugye ez egy, tulajdonképpen egy modern hangszer a cimbalom, mivel hogy hát a mai formáját azt az 1870-es években nyerte el. Ez egy érdekes történet, hogy egy Prága külvárosában született, származására nézve német nemzetiségű Sunda Vencel József nevű ember volt az, aki aztán Pest-Budára költözve ezt a hangszert modernizálta, tehát a korábbi kis cimbalomból megcsinálta a nagy magyar koncertcimbalmot. Most ennek a részleteiben nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy ez szépen szabadalmaztatva is lett, stb. És hát ő akkor ezt hát modernizálta, és hát például ilyen szempontból a legfontosabb változás, hogy diatonikusból kromatikussá alakította, na ugye ez mit jelent? Olyan a diatonikus, mint hogy csak fehér billentyűk lennének a zongorán, a kromatikus meg, hogyha hozzáadjuk a fekete billentyűket is. És onnantól kezdve igazából az európai zeneirodalom bármely darabja eljátszhatóvá vált, innentől kezdve cimbalmon, el is játsszák ezeket, tehát átiratok vannak, Bachot, Paganinit, bármit lehet rajta játszani, illetve hát a mai modern műfajokat is, tehát jazz, könnyű zenét, popot, rockot, ilyeneket én is néha játszom, hogyha van erre alkalom, úgyhogy hip-hopot, ilyeneket is játszottam a címon, tehát el lehet rajta játszani bármit valóban. Igazából akkor úgy kérdezem, hogy a cimbalom lelke milyen zenéket szeret? Vagy a zenék szeretik-e, vajon mindenféle stílusú zene szereti a cimbalmot, vagy van, ahova még azért be lehetne törni? Hát igazából ugye a cimbalomnak van egy sajátos karaktere, és tán azt a karaktert kell annak a zenei műfajnak a karakterével valahogy összehozni, hogy ez ugye hogy illeszkedik abba bele. Hát, és hogy milyen a cimbalomnak a karakter, például nagyon különleges abból a szempontból a cimbalom, hogy az egyetlen húros és ütős hangszer. Tehát az ütős hangszerek azok általában, hát hogyha eleve a dallam játszok, hogy idiofon, tehát ez a, mint a marimba, a szilofon, tehát amikor egy, mindegy, tehát az nem húrosak, az a lényeg. Tehát ez egyetlen húros ütős hangszer. Nagyon perkusszív, tehát nagyon ritmikus. Másrészt viszont meg a hangja, meg tulajdonképpen emiatt az ütősség miatt tulajdonképpen legjobban a zongorára emlékeztet, bár a zongorát azt billentyűs hangszernek szoktuk mondani, de hát hogy a kalapács mechanika van benne, tehát ez tulajdonképpen egy ütős hangszer, tehát ha valamihez a legjobban hasonlít, az egyébként pont a zongora, amihez a hangja, amivel az is ütős, húros a zongora, ahhoz hasonlít még a legjobban. Tehát igazából amiben a zongora beleillik, abban a cimbalom is beleillik, de azért mégis máshogy, mert más. A cimbalom az nagyon érdekes, mert egyszerűen nagyon lágy és lírai, másrészt meg közben nagyon hát ilyen tüzes
és lendületes, és ugye virtuóz. Tehát ezt a és szerintem ezért is rezonál jól a magyar lélekre, tehát azért egy ilyen nemzeti hangszerünk a cimbalom, mert szerintem mi magyarok is ilyenek vagyunk, hogy egyszerűen nagyon érzékenyek, másrészt meg olyan hevesek és lobbanékonyak is, én azt hiszem, úgy egyszerre. Közben a bolgár lányok be is. Bolgár vonat befutott. Igen, a bolgár vonat befutott a ahogy gyakorolnak. Az miért van, hogy csináltál egy triót is? Tehát, hogy ugye alapvetően megtartottatok a Tárkány művekben valamit a népzenei vonalból, és a lelkületéből, a motivumokból, és mégis lett igényre? Igen, hát azért, mert igazából teljesen más a kettő. Tehát, hogy igazából, ugye hát ma, ahogy mondtuk, az egyik instrumentális és hagyományos zene, hagyományos népzene, a másik meg hát azért ott elég erősen az ének, két énekesnő, én is énekelek, tehát az minden számban ének van, szöveg van, tehát az egészen más a dolognak a hangulata, illetve amit mondtam, hogy versfeldolgozások, saját szövegek, saját dalok, tehát igazából teljesen más, tehát igazából én meg népzenész vagyok, én nagyon szeretem az autentikus népzenét is, és hát... És a nem autentikusat is. Autentikusat is. Igen, hát itt igen, hát az nem néz. Na mindegy, hogy, tehát hogy a lényeg az, hogy egyébként olyan zenekar, ami hagyományos magyar népzenét játszik a magyar cimbalmon, ilyen nincs is más a Tárkány trión kívül. Ez egyfajta ilyen kötelesség is, én úgy érzem nekem, hogy ezt így csinálni kell, mert hát eleve kevesen vagyunk népzenét játszó cimbalmosok, és így szóló projektet, azt meg igazából nem csinál senki. Aki csinál, az meg nem a magyar népzenét használja hozzá. Balkáni zenéket használnak, román zenét, vagy a saját feldolgozásaikat, saját ötleteiket használják, vagy akár jazz játszanak cimbalmon, de az olyat, hogy a magyar cimbalmon, a hagyományos cimbalom zenét, nem csinál senki, csak a Tárkány trió. A gyűjtést hogyan végzitek, vagy milyen merítésből dolgozik a Tárkány trió? Hát ugye nekem azért még volt bőven alkalmam saját magam is járni a magyar lakta vidékeket, és hát még 10 évvel ezelőtt is volt kitől gyűjteni, tehát azért még mindig találni zenészeket, muzsikusokat. De hát azért most is már az van, hogy azért az anyagnak, amit használunk, a nagy része, az ugye archívumokból, tehát ezek azért elérhetőek, akár digitálisan is nagyon sok minden elérhető, meg hát el lehet kérni a megfelelő intézményekből, és archívumokból, hangfelvételek, videófelvételekből, meg akár kottaleje van, ahol nincs is hanganyag, csak kottalejegyzés, tehát azokból az ember össze tudja ezeket szedegetni. Azért cimbalmos gyűjtés nincs olyan sok, azért van sok, de hát mondjuk úgy a vonós zenekarokhoz képest mindenképp kevesebb van, és azért nagyon kell keresgélni, nagyon kell kutatgatni, hogy az ember megtalálja. Uh-huh. És igazából ezt akkor, ha jól értem, olyan zenét kerestek, olyan autentikus zenét kerestek, ami már eleve cimbalom alapú zeneszerzést követel meg, vagy zenei alapot követel meg, vagy pedig bármilyen zenei alapra, bármilyen hangszer alapra át lehet cimbalosítani. Hát igazából mind a kettő igaz. Tehát elsősorban olyan zenéket keresek, amikor az eredetileg cimbalmon van eljátszva, és akkor azt megtanuljuk. De hát nagyon sokszor az van, hogy a gyűjtők korábban ott voltak, hát egyszerűen a zenekart vették föl, a cimbalmost külön nem vették föl, és akkor a zenekarban csak úgy kísérget a cimbalmos, de egyet hallatszik, hogy marha jó lenne, ha oda mennének hozzá, és azt mondták volna neki, hogy jó, akkor álljon le a zenekar, és akkor játszon a cimbalmos egy fél órát, és mutassa meg. Hát ez nem történt meg, mert a gyűjtőnek nem volt rá ideje, vagy nem jutott eszébe, vagy nem volt elég szalagja, magnetofon szalagja, vagy akár viaszhengere, mert az aztán még kevésbé volt. És akkor ez nem történt meg, akkor egyszerűen nincs ott ilyen felvétel, és az ember hát nagyon fáj a szíve, az ember, hogy de jó lett volna, de hát nincs. És akkor van ez, amit most mondtál, ez a művészi rekonstrukció, hogy az ember meghallgatja, hogy na, hogy játszik az a cimbalmos, illetve például olyan van, hogy van néhány felvétel a cimbalmostól, de mondjuk pont nem túl jó dallamokat játszik. Tehát, hogy mondjuk ilyen, hát nem olyan jó veretes népzenei dallamokat, hanem inkább
mondjuk én korabeli sanzonokat, vagy keringőket, vagy szóval polkákat, tehát én nem annyira értékes dallamokat, és akkor abból, ahogy játsza, abból megpróbálom a stílust kiszedni, és utána, amit meg egyébként játszanak, a repertoárból meg kiválasztani más dallamot, ami azért szebb, vagy értékesebb dallam, és akkor a stílus alapján akkor így rekonstruálni, hogy ha ezt játszotta volna, akkor hogy játszotta volna. Igazából, ha jól értelek, akkor a szájízt is át lehet venni abból, hogy az a valaki hogyan játszott annó, nem tudom, 80 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt. Hát ez amiért azt mondjuk, hogy ugye nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát, hogy erre törekszünk, hogy valahogy ez egy nyelv, ez egy forma nyelv. Mennyire ez egy művészeti nyelv. Tehát a népzene az egy nyelv. Ez sokan valahogy nem tudatosítják elég, ez egy nyelvezet. Ezt meg kell tanulni, ezt a nyelvezetet, amennyire lehet, és aztán azon a nyelven lehet mondani mondatokat, lehet írni verseket. Tehát, hogy ezt próbáljuk. Mennyire játszottak ők máshogyan cimbalmon például? Hát ez meg tájanként is változik, tehát, hogy ennek az egésznek, ugye a népzenének ez az egyik sajátosság, hogy regionális, tehát, hogy nem egy nagy nemzeti stílus van a népzenében, hanem ugye a regionális stílusok vannak. Tehát a különböző tájakon, különböző módokon játszottak. Sokfélén. Na azért beszéljünk egy kicsit a tárkányművekről is. Hogy áll most a zenekar? Mit csináltok? Merre mentek? Igen, hát jó sűrű kis nyarunk volt, most nagyon jó a csapat, nagyon jól összeért a dolog, most nagyon jó lendületben is vagyunk. Új tagok is kerültek közé? Hát most már azért jó pár éve nem, tehát most már vagy 3 éve egy csapatban dolgozunk, de ez nagyon fura, hogy milyen sok idő kell ahhoz, hogy igazán összeálljon a dolog. Ugye? Tehát, hogy már 3 hónap után is azt hiszem, hogy már összeállt, de aztán rájön egy év, hogy most állt igazán össze. Tehát, hogy amikor már emberileg meg minden úgy kijönnek a dolgok, most egy kicsit ez van, tehát most egy ilyen nagyon jó időszak van. Hát most 4 új szám fog most kijönni hamarosan, amiket már felvettünk, most keverjük, utómunka zajlik, az ősszel akarunk fölvenni még számokat, azokat majd ahogy télen kikeverjük, tavaszra talán már összeáll egy új album, de addig is egyébként a dalok majd jönnek ki egyenként. Szóval így ez van. És igazából a tárkányművek az az igazi boszorkány konyhád, ahol aztán kiéled hát magad kreativitást. Hát igen, de igazából mind a kettő. Tehát ugye más, emiatt a kiélés is más, tehát hogy a kettőt összevetni nem igazán lehet. Tehát más típusú a munka. Az egyik abból a szempontból kreatív, hogy én írom a dalt, én írom a szöveget, vagy én dolgozom át, szóval akkor is, tehát én ilyen zeneszerzői, szövegírói munka. A másiknál meg, hát például nagyon-nagyon nagy munka, átnyálazni azt a rengeteg gyűjtést, és onnan a sok törmelékből, mint egy ilyen régészi, kikotozni, meg így összeillesztgetni a cserepekből azokat a szép régi dolgokat. Mert hát ugye az is sokszor van azért cimbalmosoknál, hogy mondjuk már nem tudott olyan jól cimbalmozni a bácsi, amikor fölvették, mert már olyan is van, hogy félkezű. Olyan is van, tényleg van. És akkor az ember így próbálja kitalálni, hogy akkor az ilyen lehet. Jó, de ez nem az a jellemző, hogy félkezű, de mondjuk öreg, már nem megy úgy neki, vagy rossz a hangszer, nincs behangolva. Szóval miatt ezek azért most átlagemberre megmutatnék egy ilyen felvételt, tehát elég nehezen élvezhető. Vagy eleve egy viaszhenger, amit 1910-ben vett föl Kodály vagy Bartók, hát az recseg, ropog, alig lehet kivenni belőle valamit. Tehát azért ezeken végigkínlódni. Na de hát ez nekem mégis valahol örömet okoz, tehát ezekből a régi kincsekből matatgatni, kikeresni belőle, és azt rekonstruálni, újraalkotni, tehát az is alkotás azért, és akkor abból, tehát valahol olyasmi ez, mint aztán utána egy kiállítás, egy kiállítás is, ahogy összeraknak, megszerkesztenek, tehát azért az, abban nagyon komoly szellemi munkája van, aki ezt készíti, tehát hogy más típusú nyilván, tehát más típusú alkotás, de azért igazából az is az. És ez miért van egyébként, amit az előbb is mondtál, hogy viszonylag kevesen játszanak cimbalmon? Hát, tényleg sok mindent lehet mondani, nem tudom. Mi magyarok, mondjuk, hogy nem úr, aki nem herdál, hát olyan nagy urak vagyunk, mi herdáljuk az értékeinket, nem igazán becsüljük meg őket, nem igazán
ünnepeljük őket, nem igazán tartjuk fenn őket, én érzem ezt nagyon. Én azt hiszem, hogy máshol azért, tehát egy, hát ugye ilyen nemzeti hangszer, mint a cimbalom, hát azért nem igen van magyar eredetű hangszert, hát még egyet vagy kettőt tudnék mondani össze-vissza. Azért ez egy nagy nemzeti kincs, szerintem sokkal több energiát kellene az egész nemzetnek erre fordítania, hogy ezt ápolja. Hát mindegy, ez a nemzet dolga, én teszem, amit én tudok csinálni, az, hogy én cimbalmozok és csinálom ezeket a zenekarokat, csinálom ezeket a lemezeket, aki eljön, hallgatja, aki szereti, szereti, ajánlom mindenkinek, aztán... Ajánlod, hogy szeressék. Ajánlom, hogy szeressék, igen, ez a mi zenénk, ennek lehet örülni, tényleg a cimbalom zene, hát... Meg azt tudod, külön jó, hogy hát így nagyon az átlagember, hogyha te cimbalomra gondol, vagy egy cimbalmossal cimbalom mellé, akkor egy jó kis hájas, zsíros, bajuszos bácsit képzel el, aki alig tudja lerakni a kezét, és akkor megjelenik egy fiatal, lendületes, mai srác, aki kezébe veszi az ütőt, szóval, hogy ezt lehet máshogy is, és nem, hát lehet, nem csak egyformához kell kötni nyilván. Hát azért meg azért felhívnám a figyelmet arra, hogy ezek vannak ilyen elképzelések, de azért abban gondoljon már bele valaki, hogy ha valaki ilyen bácsikat képzel el, mert ez a népzene néptánca is el szokott fordulni, hogy ott is azt hiszem, hogy nénik bácsik csinálják. Hát de azok a nénik bácsik nem néni bácsiként látták meg a napvilágot, tehát könyörgöm, ők is voltak 20 évesek, azért azt is tessék már hozzá képzelni. Azért ehhez nem kell kettőnél többet gondolni előre, szóval azért össze lehet ezt rakni fejbe, hogy igen, fiatalok is foglalkoznak ezzel, sőt. Hát mondják a táncra, hogy ez a tánc a legényeké, nem a házas embereké, hát azért a zene, tánc, mulatság, a fiatalok is foglalkoznak ezzel most is, tehát azért jönnek, cimbalmos fiatalok is vannak. Csak hát egy kezemben meg tudom őket számolni, de azért vannak. Az Interento Fesztiválon voltál, már ismered? Nem, egyébként én még nem. Itt már a többiek már mondták, hogy ők már voltak többször, én úgy emlékszem, hogy még nem. Egyébként a népzenét népszerűsítő táborokat ez mennyire tartott fontosnak? Mert hogy azt mondják, megint csak a másik oldalról, hogy ide amúgy is az jár, aki szereti a népzenét, hogy akkor így ennek a tágítása, vagy a szélesebb körbe bevonódása, ez nehezen megy, mert már eleve az érdeklődők vannak itt. Hát azért úgy lehet próbálkozni, hogy az ember próbálkozik, tehát a lottót is úgy lehet megnyerni, az ember megveszi a szelvényt, tehát hogy kell rendezni ilyen rendezvényeket, és akkor majd az emberek látják, hogy ez van. Hát ami nagyon hiányzik ebből, csak hát ez nem az a fórum, ezt meg kell beszéljük, de hát a média, tehát hogy a média, nincs médiája ennek a műfajnak. Ezt most úgy értem, hogy nem, én az itteni helyzetet, tehát a vajdasági helyzetet én nem ismerem, hát Magyarországon nincs népzene rádió, nincs népzenei tévé, nincs etno tévé, Romániában van három, nálunk nincs egy se. Tehát, és azért média nélkül, úgyhogy csak tematikus műsorokban, itt-ott, néha-néha, este 10 órakor, fél órás népzenei műsorban, meg vasárnap délután 1 órakor a Bartók Rádió tematikus műsorában fél óra, tehát ezekből nem lehet közönséget építeni, és hogyha viszont meg mindenhol máshol a csapból is folyik mondjuk így, hogy a nemzetközi popzene, mondjuk ilyen semlegesen, hát akkor mit várunk? Tehát az emberek ezt hallgatja, beül a taxiba, ezt hallja, beül a szupermarketbe, ezt hallja, bemegy a mélygarázsba, a parkolóba, ezt hallja, akkor nem fogja hallgatni a népzenét, és a saját 1000 éves kultúránk az így tűnik el. Így radírozza ki ez a nemzetközi dömping, így leborítja rá sok nemzetközi szemetet, és ezt akkor itt ez a szép épület, benne van nem mondom ki a nevüket, hogy a gyors étterem lánc bevásárolja magát, egy ilyen étterem, egy ilyen helyen, hát ez se szerencsés. Magyarországon is ez van. Az olaszok például erre figyelnek, hogy a szép régi tereiken és épületeikben nem engednek be ilyeneket. Hát mi erre kevésbé figyelünk. Ezért mondom, nem úr, aki nem herdál, herdáljuk az értékeinket. Itt van még egy küldetés, még egy követ is lehet akár, hogy megjelenjen a népi média, népzene és a népi értékekkel foglalkozó média. Hát, és valóban hiány potló lenne. És akkor majd... eszébe jut, hogy jé, de jól lenne tényleg csinálni egy ilyen tévét, meg egy ilyen rádiót. Egyelőre viszont mi hallgatunk téged. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és hogy itt vagytok. Igen. És köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.